A múzeumok éjszakáján lovas baleset miatt elmaradt bőrműves kiállítás és foglalkozás pótlása iklette a Kállai gyűjtemény legújabb, kicsit sem hagyományos programját. A családi rendezvényé bővített kézműves foglalkozás központjában a bőr áll. E köré szervezték a lehető legszínesebb programkínálatot. A különleges nap egy előadással kezdődik, amely az állati eredetű anyagok felhasználásáról szól a régészeti korokban, majd interaktív bábelőadás szórakoztatja a kicsiket. Lesz szó a felelős állattartásról, tetováló művész tart bemutatót és kozmetikusat tanácsokat a bőr egészségének megóvásához. Farkas, sas és sólyom bemutató színesíti a programokat, de egész nap lesz henna festés és dekázó verseny is. Kosta Zoltán vezetésével kézműves foglalkozás keretében bárki készíthet magának táskát valódi bőrből, amelyet utána haza is vihet. Mi próbálunk a meglévő gyűjtemény anyag bemutatása mellett más színes programokat is nyújtani a város lakóinak. Többek között ez a kiállítás, illetve ez a családi rendezvényünk e közé tartozik, de emellett már a jövőt is tervezzük, hiszen erről is szólhatok egy pár mondatot. Perpontban Ilosvai Gusztáv anyagával kapcsolatosan szeretnénk egy rajzfilmtörténeti kiállítást, hisz ő zenével, rajzfilm zenével is foglalkozott többek között, tehát ez az egyik kiállításunk, ami augusztus végén fog megvalósulni, és míg az első világháború zárását követő 100 éves évforduló alkalmából pedig Kállai Iván anyagából szeretnénk egy szép kiállítással tisztelegni ennek az eseménynek. A Jó bőr vagy nevet viselő program július 28-án szombaton 10 óra 30 perckor kezdődik a Kállai gyűjteményben, ahol kora délutánig várják az érdeklődőket.